Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra Családőrzők című műsorunkkal, és itt vagyunk újra a műsor szakértőivel. Szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! Nagy szeretettel köszöntöm Papp Csilla, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És természetesen nagy szeretettel köszöntjük Tornyai Gábor atyát is, mentálhigiénis szakembert. Én is köszöntök mindenkit. Izgalmas témánk volt az előző héten, hiszen arról beszéltünk, hogy a kommunikáció a párkapcsolatban, illetve a családban, és hát ugye arra jutottunk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mindig fontos, és meg kell tenni érte mindent, hogy a kommunikáció megmaradjon. Hát tulajdonképpen tudjuk, hogy ez mindennek az alapja. Például a megértésnek és az elfogadásnak is az alapja. Ez lenne a következő téma, amelyet köszönhetünk Fekete Cseri Zsuzsinak, így aztán most neked adnám elsőként a szót, mit értesz ez alatt? Ez egy nagyon izgalmas dolog, én azt gondolom, hogy a párkapcsolatban bármennyire nem akarjuk, mégis van egyfajta elvárási rendszerünk a másikkal szembe. Tehát én nem akarom az ő életét egyértelműen irányítani és befolyásolni, de ahhoz, hogy az együttműködésünk mindig a legoptimálisabb legyen, ahhoz nekem tudnom kell, hogy tőle mire számítok. És ha úgy tetszik, akkor nekem pont az az elvárásom, amire én számítok tőle. Ezt előtte kommunikáljuk, nem kommunikáljuk, kialakul egy szokásrendszer, az évek során rájövök arra, hogy ő mit és hogyan szokott, és csinálni, és akkor ezt én így el tudom fogadni. Tudjam elfogadni, tudjam neki megengedni, hogy ő máshogy lásson dolgokat, mint én. Nem kell mindenben egyetértenünk. Konszenzusra kell jutni, de egyetérteni nem kell minden a próságban, de én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy én tudjam azt elfogadni, hogy ő másképp látja, és az rendben van. És hogy én őhozzá képest másképp látom, az is rendben van. És ez így van jól, ettől színes a világ, ettől tudjuk mi egymást kiegészíteni és táplálni azt a fajta egységet, amiben mi mind a ketten hoztunk valamit, amitől ez a közös, ez más lett, mint az én egyéni útam és az ő egyéni útja. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tudod ezt nekünk egy példával megmagyarázni? Persze, hogy engedjen meg a másiknak azt, hogy ő bizonyos dolgok alatt azt mondja, hogy ha maradunk az előző hét példájánál, hogy mindjárt otthon vagyok. Ugye először az én olvasatomban, ha ő azt mondja, hogy mindjárt otthon vagyok, akkor én körülbelül erről azt gondolom, hogy 21-4 óra, fél órán belül itthon van. De ezt én így gondolom. Ha én kétszer-háromszor ezt így megtapasztalom mellette, és ő mondjuk 5 percen belül otthon van, akkor én rájövök arra, hogy ő azt gondolja, hogy 5-10 percen belül otthon vagyok, ez lesz neki a mindjárt. De egészen más, ha azt mondom, hogy légy szíves, nem tudom én, kapcsold le a rádiót, és akkor ő mondja, hogy mindjárt, és ez a mindjárt, ez hosszú percek múlva sem történik meg, holott engem valamiért nagyon zavar a rádió, teljesen mindegy, telefonálni szeretnék, vagy most mi az oka ennek. Tehát, hogy ezekkel az apró kis dolgokkal, ahogy összecsiszolódunk, tanuljuk meg a másikat. És aztán rájövünk arra, hogy ő mit ért ezek alatt a szavak alatt. De a változás joga az egész életre igaz, az egész életünk a változások sorozata. Tehát bárkinek bármi közbe jöhet, és bármi változhat. Hogyha a családban nem az a természetes, hogy agyon aggódjuk és frusztráljuk egymást, akkor belefér az, hogy ő neki ez a mindjárt, ez most, adj Uramisten, nem 5 perc lett, hanem 40 perc lett. Ahogy az egyik ismerősöm mondta, nem lett rákos senki, nem halt meg senki, hát mi történik? Tehát fogadjuk már el azt, hogy ez változhat, és ebből nem kell csinálni kardinális kérdést, mert 5 év múlva erre kiemlékszik. Tehát mit fog ez jelenteni? Semmit. Azt hiszem, hogy az tud nehéz lenni egy ilyen helyzetben, hogy megint, amit a múlt adásban beszélgettünk, hogy én biztonságban tudom-e magam úgy, hogy a másik nem olyan, mint aminek szerintem lennie kellene. Mert abban a pillanatban, hogyha én nem érzem magam biztonságban úgy, hogy a másik nem olyan, mint aminek szerintem lennie kellene, onnantól kezdve, hogy elkezdem egy sablomba belenyomni. Mert hogy szerintem ilyennek kell lenni, ilyennek kell lenni egy jó férnek. Egy jó féltől elvárom azt, hogy egy jó feleségtől elvárom, és ha ő nem fér bele a szerintem jó feleség, jó fér sablomba, vagy egy jó pár sablomba, mert mindenki más meg tudja csinálni, te meg nem tudod megcsinálni, ő nem ilyen.
De ha én el tudom ezt fogadni, hogy ő nem ilyen, ő más, ő másképpen éli meg, és elhiszem róla, hogy attól én még fontos vagyok neki, akkor ez egy nehézség számomra. Ez a kulcsmondat, hogy attól én még fontos vagyok igen. neki. És hogy szeret, igen. és szeretem. Igen. Mert akkor én magam is elkezdek változni, és azt mondja, jó, hát ő ilyen. Így és akarom-e őt így szeretni? Nem, igen, de hogyha nem, ha elkezdek izmozni, és belengyűrni őt, és ő tiltakozni fog, és onnantól állandó veszekedés lesz, hogy a cipőt így vagy így fordítod, mikor tök mindegy, de szerintem így kell egy jó férnek letenni a cipőt, és nem így. Ő meg azt mondja, hogy így. Beköltözik a kapcsolatba az ellenállás és a konfliktus. Kőkeményen beköltözik. Egyébként van egy nagyon szép gyakorlat az NLP-ben, amikor az a gyakorlat lényege, hogy ha te szeretetként állsz, tehát te, mint individuum, szeretetként állsz a kapcsolatban, és úgy nézel a másikra, hogy te magad vagy a szeretet, akkor is zavarnak ezek, mondjuk például az, hogy mindjárt jövök neki fél óra, neked 5 perc. Tehát, hogy ezt megnézni, és annyira szépen alakítja át ez a gyakorlat ezt a folyamatot, amibe belekerülünk, amikor ugye elvárjuk, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném, ő elvárja, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném, hogy az elfogadás maga és a megértés, most bocsánat, hogy behoztam ugye szeretetet, de hogy szerintem nagyon fontos az, hogy... Kérte. Köszönöm szépen. Ugye? Mi is fontosan tartjuk el. Na, a kommunikáció, tehát rögtön el lett fogadva. Tehát, hogy ha én szeretettel fordulok iránta, és szeretetként állok ebben a kapcsolatban, és én egyedül szeretett vagyok, akkor teljesen másképp nézek rá, és azokra vélt vagy valós sérelmekre, konfliktus helyzetekre, amiket napi szinten generálunk, és lehet, hogy csak a munkájunkról hozzuk haza ténylegesen. Nem is biztos, hogy vele van bajom. Az is lehet, hogy nem tud jól meghallgatni. Nincs, aki meghallgasson, mert hogy vannak olyan párok, akik nem képesek úgy meghallgatni, vagy csak meghallgat, de mondjuk kikérném a véleményét, és nem tud nekem olyan releváns véleményt mondani, amiből én mondjuk táplálkozni tudnék, vagy ami nekem segítene. De nem várhatom el, hogy ő professzora legyen ennek, és engem mondjuk hallgasson, amikor én ventilálni szeretnék, mert a főnököm, a kolléganőm, nem tudom, kifelidegesített, hanem ő mondjuk, bocsánat, de csak ennyire képes, vagy csak erre képes. Én csak annyiban akarom ezt így kiegészíteni, az jutott eszembe, hogy ugye Jézusnak van amikor megkérdeztük tőle, hogy melyik a legfontosabb a parancsok közül. És ugye az egyik, a szeretett parancsnak az első fel az Istenről szól, a másik fel az úgy szól, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. És akkor ezt szoktam ilyenkor mindig hangsúlyozni, hogy majd akkor tudod jól szeretni a fele barátodat, hogyha önmagadat jól tudod szeretni. És hogyha az önszeretésemmel valami nincs rendben, akkor a fele barátom, ebben az esetben lehet a párom is, lehet a gyerekem, a kollégám, bárki. Ha én nem vagyok rendben az önszeretésemmel, akkor innentől kezdve mindenki másra úgy tudok tekinteni, hogy engem akar bántani, holott bennem nincs rend. És nincs szeretet magam iránt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy tudom-e magamat szeretni, ha nem, akkor mi a bajom magammal? Egyébként, amit az előzőleg mondtál nekem, arról az jutott eszembe, hogy ezért fontos, hogy az esküvő előtt az összeköltözés előtt mindenki önmagát adja. Uh-huh. Hogy de már de hol van az önmaga? Én nem hiszek az együttélésben, ezt szoktam mondani ezt a pároknak. Hogy én azért tartom azt hazugságnak, mert ugye, vagy féligazságnak, nehogy megkövezen engem bárki, aki lépek innen a stúdióban. Tehát, hogy féligazságnak, mert arra szoktak hivatkozni, hogy azért költözünk össze, hogy megismerjük egymást, és ha megismertük egymást, akkor jobban el tudjuk dönteni, hogy össze tudunk-e házasodni, vagy sem, mert hogy lakva ismerjük egymást. Tehát te nem előtte ki kell derülni. Budin próbálja az evés. Azért nem kell, nem tud előtte kiderülni, mert oké, hogy ti most összeköltöztök fiatal párként, kialakul egy ritmus, azért fantasztikusan jók vagytok, szépek. De belép az első gyerek, belép a második gyerek, és felborít mindent, amit addig jónak gondoltál. Hol van egy, mivel ami Zsuzsi is sokszor szólt, egy kapcsolat dinamikus dolog, kapcsolat. Állandóan változik, külvilág ingerei érnek bennünket, hatnak ránk, elmúlik az idő, másképpen látunk dolgokat, másképpen értékelünk, egy csomó minden. Nincs kész kapcsolat. Egy kapcsolat azt mondja, hogy kész van, az meghalt. De Gábor, van egy nagyon fontos momentum. Igen. Ha két fiatal összekerül, egy lány meg egy fiú jobb esetben, és ők azt mondják, hogy mi egy klasszikus párkapcsolatról beszélünk. Tehát, hogyha ők így összekerülnek, és azt mondják, hogy mostantól mi együtt élünk, igen. attól még ők egy fiú, meg egy lány. Így van. Ha ők összeházasodtak, és utána élnek együtt,
akkor az egy férj, és egy feleség. Pontosan. Teljesen más lesz a dinamizmus a kapcsolatnak. Tehát nem lehet, a puding próbálja az evést ebben az esetben. Nem működik. Igazából én nagyon kíváncsi lennék, mert hogy most nálunk a jegyesek között nagyon kevés olyan pár van, akik nem 3-4-5 éve együtt élő párként léteznek. Divat, tehát, hogy, így tehát én ott föltenném a kérdést, mert megkérdeztem, volt párok, megkérdeztem tőlük, hogy tulajdonképpen nektek ennyi idő után miért fontos, hogy összeházasodtok? Hát semmi nem változik az életetekben, pont ugyanúgy éltek együtt, összecsiszoltok, és akkor igazából csak annyit kaptam válaszként, amire azt mondtam, hogy oké, el tudom fogadni, hogy ettől válik kerek ki a kapcsolatunk, vagy teljesi a kapcsolatunk. Hát, nem, tudjuk megfogalmazni, hogy nem tudjuk megfogalmazni a kapcsolatunk lényegét, ez azt jelenti egész pontosan, igen, már bocsánat, de én azt gondolom, hogy az a misztérium például, amikor az a házasság létrejön, az onnantól kezdve nem véletlenül egy olyan misztérium, ami egy átlényegíti az ember. Tehát én a társadalomban egészen másként vagyok jelen feleségként, mint élettársként. Uh-huh. Még ma is. Bocsánat. Uh-huh. Értem, nagyon sokáig értem élettársi kapcsolatban is. Tehát én pontosan tudom, hogy miről beszélek. De az egy egészen más struktúra. Tehát ez az egyik fele a történetnek. A másik fele a történetnek én azt gondolom, hogy magamra is másként gondolok. Meg a hozzád fűződő kapcsolatomra is másként gondolok. Uh-huh. Tehát én is hallottam ilyet, hogy 5 év után összeházasodtak, és kérdezték tőlük, hogy na milyen a házasság, milyen lenne ugyanolyan, mint eddig volt. Hát akkor baj van. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy akkor baj van. Akkor nem történt meg az, aminek meg kellett volna történnie, akkor valami kimaradt. Akkor volt egy szertartás, ami jaj, de szép volt, vagy tetszett, vagy végigcsináltuk, de nem volt meg az átlényegülés. Én azt gondolom, hogy az átlényegülés lesz a kulcs. Még egyszer mondom, teljesen másképp vagyok jelen a világban feleségként, mint barátnőként, társként, meg páromként, meg nem tudom én milyen megfogalmazásokat tudnak rá tenni az emberek. Tehát ez az egyik dolog, a kommunikációs szinten is más lesz. Ha hiszed, ha nem, teljesen más. Nekem sokkal több realitása van annak, hogy én a párkapcsolatot biztosan végig fogom vinni, és biztosan meg fogok érte tenni mindent, és egész biztos, hogy a tőlem telhető változásokat úgy fogom irányítani, hogy az neked is a legjobb legyen, hogyha ez egy házasságon belül történik. De ugye most nem a házasság a legfontosabb, hanem a kommunikáció itt ebben a struktúrában, és nekem egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, hogy összekerülnek a párok, és az előző alkalom is szó volt arról, hogy idősebbek már régóta vannak együtt, vagy megöregedtek, együtt vannak, hogy hogyan változunk. Egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés volt az egyik ilyen relációban, beszélgetés egy családdal, hogy apa sérelmezte azt, hogy az anyának miért kell festetni a haját. Ugye? Anya azt mondta, ne haragudj, én csak úgy tudok kimenni az öt, így érzem magam nőnek. És egyszerűen patt, sehova nem tudtunk menni. Beszélgettünk velük, és mi a kérdésnek a lényeg, hogy meg tudod engedni neki, hogy van pénzetek, meg lehet ezt, mi a probléma vele? És mi, hova megy ki a történet, hova szalad ki, hogy ja, hát mi egy egyszerű parasz család vagyunk, ahhoz nem élik a hajfestés. Tehát értitek, hogy a nő meg a férfinek a változásai az évek során, azok elmentek egymástól, és nem volt már meg az a szoros kommunikációs egység, amitől ugyanúgy gondolunk magunkra még most is, mint az elején, hogy én hozzád tartozom, és ezért fontos, hogy te hogy érzed magad mellettem. Ha be van festve a hajam, ha lakkos a körmöm, hogyha ki van rúzsozva a szám, hogyha nem tudom, én melegítőbe vagyok, érted? Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak a mindennapokban, és én azt gondolom, hogy ezekre kellene a fókuszt helyezni, hogy a másiknak a megelégedettségére én mit teszek. Vagy megengedhetem-e neked azt, hogy te befest a hajadat? Van rá pénzünk, meg tudjuk engedni? Hát, hogy ne lenne? Igen, van. És akkor miért nem? Hát ezért nem. Tehát, hogy érted, hogy mi az, amit én el tudok tőled fogadni, mint változásaidat? Ami szerintem nagyon fontos, hogy arra senki nem számít, és arra nem gondol, hogy amikor 20 vagy 30 évesen ugye összekerülnek, hogy mindenki külön-külön is változni fog, mert attól, hogy mi egy pár vagyunk, attól még külön individuumok vagyunk, és külön utakon is haladunk, akár a munkánk során, a saját fejlődésünk, a személyes fejlődésünk során, és erre senki nem számít, és nincs az a, nem tudom mi, aki meg tudja mondani azt, hogy te majd merre fogsz változni, én merre fogok, és hogy ez egységben tud-e minket tartani továbbra is, mert
Én például azt látom a saját szakterületemben, amikor jönnek hozzám párok, kb. 40 éves, 45 éves korra fáradnak el a kapcsolatok, tehát egy 15-20 év után fáradnak el, hogy de hát már nem olyan, mint amikor megismertem. Én azt a, nem tudom, lányt, nőt akarom, akit megismertem, már teljesen más. Hát az már nem lehet, hiszen már tegnap, vagy ma nem az vagyok, aki tegnap voltam teljességében, és holnap sem az leszek, remélem, és remélem, hogy fejlődök és változok. Tehát, hogy ezt, erre senki nem gondol, és amikor ugye elindulnak a változási folyamatok, megszületnek azok a bizonyos gyerekek, az 1, 2, 3, a nő anyává válik, az már eleve egy hatalmas változás, hogy ezt a férfi hogy tudja lekezelni, esetleg hogy tudja megtámogatni az ő anyaságában azt a hölgyet vagy a feleségét, és mondjuk, hogy tudom én megtámogatni a páromat a karrierjében, az egyéb vágyaiban, mennyire tudok a szövetségesen maradni, mennyire tudom az egységet fenntartani vele a nagy-nagy változásban az idők folyamán. Én annyit, bocsánat, csak annyit tenni kell ezt hozzá, hogy, hogy azt hiszem, hogy az is fontos egy családi fejlődésben, növekedésben, hogy ezek a szintek megmaradjanak. Tehát, hogy mi attól még házaspár vagyunk, hogy anya és apa vagyunk. És azt látom nehézségként egy ilyen családi kapcsolatban, hogy ez a attól mi még házaspár vagyunk, picit ez úgy háttérbe kerül, mivel a gyerekek nevelése természetesen egy csomó energiát igényel, csomó dolgot össze kell hangolni, csak hogy ha beleragadunk abba, hogy anya és apa vagyunk, akkor mi, mint pár elveszünk, eltűnünk egymás számára, és közben észre se veszük, hogy mindenki elkezd dolgozni. A fiatal anyukákon látom, hogy amikor a gyerek eljut oda, hogy bölcsöde, vagyis kikerül a pici baba az ő kezei közül, akkor hirtelen kinyílik, hogy fú, akkor nekem most akkor meg kell élni magamat, valósítani magamat, élek, nagyon jó. A férfi az meg ugye a maga kis szokásos ritmusába megy tovább, mert hogy ő eddig is ugyanazt csinálta, tehát hogy, és a nők ilyenkor kivirulnak, és elkezdenek energiával pörögni, amit a férfiak meg nem látnak. És azt is látom, hogy ebből születik szintén egy csomó feszültség, hogy a férjemet nem érdekli, hogy tulajdonképpen én nekem mi a fontos, nem követ engem, nincs ott. A kérdés az, hogy, és én sem tudom, megint a receptet nem tudom erre, én inkább megint csak a figyelmet, hogy az apa és anya, és főleg amikor apának és anyának szólítják egymást a pártagjai, azt szerintem külön felkiált, hogy nem apa és anya, ő az én férjem meg a feleségem. A gyerekeknek apa és anya. Csak amikor már, akkor elvesztettem egy szerepemet, ami szerintem fontos a kapcsolatban. Hogy... És hogyha ezt a kutyával játsszák el. Egyébként, amit Zsuzsi mondott ezzel kapcsolatban, jutott eszembe egy példa. Adott egy fiatal pár, nagy a szerelem, összeköltöznek, azt veszed észre a hölgyön, hogy egyre slamposabban öltözik, de úgy kifejezetten soha nem látsz, hogy a rendes cipőt, edzőcipő van, maximum egy farmer póló, vagy melegítő felső, tehát tényleg a fizurája egyre elképesztőbb, és nem látod miért. Aztán ez a pár, akár jöhetnek gyerekek is, tehát együtt élhetnek már pár évig, és ez a pár egyszer csak szintén nem tudod miért, robban, szétköltöznek, és a volt feleségen azt látott, hogy egyre szebb, hogy egyre csinosabb, hogy magas sarkú van, hogy normális fizura van, hogy egyre szebb ruhákat vesz fel, és akkor elgondolkozol, hogy mi történt. Az történt, hogy elfogadta, amit a párja, a férfi kért tőle. Ő ebbe élt 10 évig, 15 évig, látszólag elfogadta, de csak benne volt valahol ez a tüske mindig, még hogyha úgy tűnt, mintha elfogadta volna a szerelem jegyében, és aztán amikor ez a tüske úgy ki, akkor felragyogott. Ez megint ez a kommunikáció kérdés, hogy merek-e őszinte lenni önmagam, hogy ez így nekem nem jó. És hogy felvállalom azt, hogy én ezt így nem. Mert én is ismerek ilyet, konkrétan ismerek ilyet, hogy fiatal korában egy rendkívül csinos, attraktív hölgy volt, adott magára, férhez ment, évről évre slamposodott, és aztán most már nem is akarom minősíteni, hogy milyen a külseje, és közben nem szól, de szenved. Tehát, hogy nem vállalja fel, hogy nekem mondjuk szükségem van. Ez az elfogadás másik fele, átestünk a ló túloldalára. Igen, amikor gondolom, beletörődik. De nem csak, hogy átestünk a ló túloldalára, hanem elvesztettük a középpontot egyáltalán. Tehát, hogy már nem emlékszünk rá, hogy hol van a dolog rendben. Mert hogy az egyik az, hogy oly mértékig alkalmazkodom, a másik az, hogy ugyan már minek öltözzek fel, hát úgyis le fog a gyerek köpni, meg nem tudom én, megint etetnem kell, tisztába kell tenni, nem tudom, házi munka van, tehát hogy ehhez minek öltözzek fel, ide nem fog magas sarkút fölvenni. Tehát, hogy alapvetően arról szól a történet, hogy nekem már nincs életem.
Tehát ugye mondtad az előbb, ez az anyának meg apának nevezik egymást, hát az nagyon nagy baj. Én nekem valami gyönyörű pillanat volt az, amikor egy kisgyerek nem volt túl tisztelettudó az édesanyjával, és akkor az apja odaállt mellé, és azt kérdezte tőle, hogy te hogy beszélsz az én feleségemmel? De jó. Ez nagyon jó. Értitek? Igen. Szerintetek az a nő mit érez ebben a pillanatban? Hát úgy kerül a helyére, ahogy az univerzum közepén lehet, a Jóisten tenyerén. És egy órát ott most csinál a férjének estére. És például. Tökéletes lesz. Ez pontosan ez van. Tehát, hogy a kommunikációban én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent oda tudunk adni a másiknak, olyan formában, amitől a másik azt érzi, hogy ő megbecsülve van, megértve van és szeretve van. Bármilyen helyzetben és bármilyen szituációban. Tehát amikor az a kicsi fiú, én nem hiszem, 8 éves, ekkora tányér, gyönyörű kék szemek, hát oly édes volt, majd megzabáltam, hát tátva maradt a szája, és egyszerűen nem tudott válaszolni a kérdésre. De apának az is volt az egyik célja, hogy hökkenjen meg a gyerek, hogy kiemelje a gyereket abból az állapotból, amiben ő belehúzta magát, és belepörgette magát. Ugye ez is egy nagyon izgalmas kérdés lehet majd a kommunikáció a gyerekkel. Tehát, hogy milyen módon kommunikálunk a gyerek előtt a gyereknek, és a gyerekkel feje fölött meg a gyerek. Igen. Ja. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. De én azt gondolom, hogy az, hogy a kommunikációba én a nagyra becsülésemet, a megértésemet, a szeretetemet, az elfogadásomat odaadjam a másiknak, az nekem egy belső igényem. Tehát nekem kell, nekem van rá szükség. Persze ő is szereti, hát hogyne. Ki nem szereti, ha megdicsérik, ha elismerik, hogy de nekem fontos, hogy én kimondjam, mert bennem van. Én igen, ki akarom mondani, hogy szeretlek, hogy fontos vagy, hogy ez de nagyon jó, hogy most ez így van. Mennyire jó életünk van nekünk, hogy mennyire klassz az a világ, amit teremtettünk magunknak. Na ez a ritka, hogy rengeteget dolgozunk igen, rajta. Nagyon ritka. Igen. Nagyon sokat dolgozunk rajta. Hát anélkül nincs. És nem értékeljük. És nagyon melós is egyébként dolgozni azon, hogy ez így legyen, de ha egyszer rögzül, akkor utána ez már zsigerből jön. Akkor már nem kell ezeket figyelni, hogy zsigerből jöjjön. Ez a tudatosságnak az a szintje, amikor én úgy alakítom a kommunikációt, és úgy alakítom a változásainkat, a hozzád idomuló változásaimat, és a te változásodat azzal támogatom, hogy én mindent belepakolok ebbe, és hogy a kapcsolat fontosabb, mint én meg te. Tehát ez az alfája, meg az omegája a dolognak. Hogyha idáig eljutottunk, akkor helyen vagyunk. Ehhez az origóhoz már aztán lehet alkalmazkodni. Innentől én mehetek zumba órára, te mehetsz, nem tudom én kvadozni. Focizni akárhova. Tehát mindenki csinálhatja, amit szeretne, mert van egy origónk. És ez az origó lesz az, ami nekünk azt a támpontot adja, amitől otthon érezzük magunkat a világban. Nem lehet, hogy ehhez szükség van arra, hogy 10 év után, 20 év után, 30 év után is keressük a másikba a jót. Keressük és vegyük észre a jót, mert lehet keresni a rosszat is, mindenkiben van. Mindenkiben meg lehet találni. Én azt gondolom, hogy ha magammal rendben vagyok, akkor nem a jót keresem a másikban. Tehát nem kell keresnem a másikban hanem megvan. A jót, hanem látom. Igen. De ha nem csak vagyok észre jobba, is kell tudni venni. Igen, de általában nem vagyunk jobba magunkkal, és én házi feladatnak szoktam adni, hogy figyeld meg a párodat különböző tevékenységei közben, hogy mi az, ami szerethető benne. Mi az, amit nagyra értékelsz benne, és írd össze, ötöt írj össze. Tehát szoktam például ilyeneket adni, mert ugye muszáj, hogy gondolkozzon, és észrevegye azt, hogy a másik is jó, hiszen az alap az jó. Tehát az ember alapszándéka az a jóság, a jó. Amit még fontosnak tartok ez az önszeretet mellett, hogy őszinte magamhoz őszinte tudok-e lenni. Persze. Tehát, hogy amikor én engem zavar a páromban ez vagy az a dolog, vagy abban a másik emberben ez a dolog, miért zavar engem? És hogyha magamnak ezt meg tudom fogalmazni, hogy engem az zavar, akkor én el tudok kezdeni dolgozni vele, hogy ez valahol helyére billenjen. De amíg azt nézem, hogy ő mit csinál rosszul, meg ő nekiben miben kéne változnia, addig nem tudok semmit se csinálni, mert valamit rá akarok kényszeríteni. Ráprojektálom, hogy hogy ő ezt nem fogja tudni, de nekem kell magamnak megfogalmazni, hogy ezen mit tudok kezdeni. És igazából az igazi, a Gary Chapmannek van egy talán a neve ismerős, persze, a szeretett nyelveket ő fogalmazta meg, és van egy ilyen, hogy hogyan változtassa meg a páromat, egy ilyen könyve. Igazából is arról beszél, hogy először magadban változ, vedd észre magadban, hogy mi az, ami nem működik, és próbáld magadnak megfogalmazni, hogy ezt szerinted miért nem működik benned,
És ha a párod felé szeretné jelezni, és ez nagyon hangsúly, egy dolgot jelez neki nagyon konkrétan. Hogy ő értse, hogy tulajdonképpen miről szól, mert ezzel elkezdem sorolgatni, hogy ezeket kellene másképpen csinálnod. Te mindig te állandóan, te igen. Soha. Uh-huh. Többek között azt is megtanultam a mai műsorból, hogy tudjunk dicsérni. Annyira jó veletek beszélgetni, mindannyian olyan akkor jó. Akkor eljövök a következő műsorba is, jó? Még egy ilyen pici, amit hozzá szeretnék tenni, tudom, látom rajtad, hogy lejárt a műsoridő már megint, hogy az öröm, mint központi tényező, hogy törekedjünk az örömre magunknak is, a másiknak is, mert ha örömben létezünk, akkor nem fogjuk a kákán is a csomót keresni. Igen, öröm és a derű, akkor még hozzá. Ez gyönyörű végszó volt. Én nagyon szeretek beszélgetni Fekete Cseri Zsuzsannával, Papcsillával és Tornyai Gáborral is. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy ehhez itt vannak velünk a Fehérvár Televízió nézői. Családőrzők című műsorunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra.